Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Rehák R. Andrea, a Deep Stage csatorna szerkesztő műsorvezetője. Itt van már velünk a vonal túlsó végén. Szia Andi, köszöntünk a műsorban. Szia Tamás, én is köszöntöm a hallgatókat. Két szolgálati közleménnyel indítanék. Az egyrészt jövő pénteken, azaz január 27-én pénteken, 18 óra 30 perckor, Kecskeméten, a Kiskörösi út 5 szám alatt a híres konferencia teremben ultrahang közönség találkozó lesz, ahol Rehák R. Andrea és jó magam fogunk beszélgetni majd a világpolitika izgalmasabbnál izgalmas kérdéseiről, illetve a hallgatóknak is lesz lehetőségük kérdezni. A belépés díjtalan, mindenkit nagy szeretettel várunk, regisztrálni a videó leírásában található linken keresztül tudnak, másrészt pedig ma 20 órakor elindul az Ultrahang Live című műsor, ilyenkor mindig egy-egy magyar politikussal beszélgetek külpolitikai témákról. Az első vendégünk Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, országgyűlési képviselő lesz. Ez tehát este 8 órától lehet kérdezni is, akár élőben az adás alatt, és akkor minél több kérdésre majd megpróbálunk sort keríteni. Köszönöm a figyelmet, most pedig akkor jöjjön a mai hírünk. A Világgazdasági Fórum lesz a kiinduló pontunk, és nemrég Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is felszólalt a Világgazdasági Fórumon, és a beszédében kitért Putyinra, és azt mondta, hogy nem zárható ki, hogy meghalt Vlagyimir Putyin. Zelenszky szerint az az ember, aki néha megjelenik a nyilvánosság előtt, biztosan nem az orosz elnök. A Davoszi fórumon Zelenszky előbb a szerdai tragikus helikopterbalesetről beszélt, amely szerinte az oroszok lelkén szárad. A katasztrófában ugye az ukrán belügyminisztérium teljes felső vezetése életét vesztette, és később a beszámolók szerint kitér Zelenszky Putyinra is. A Brit Metro című lap mellett a Kiev Independent című portál is idézte a szavait, amikor erről beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök már meghalt. Fogalmam sincs, kivel tudnék onnan tárgyalni, nem vagyok ugyanis biztos abban, hogy az orosz elnök még mindig életben van. Nem tudom, hogy éle és ő hozza-e a döntéseket, nyilatkozta Zelenszky, akinek a szavait ugyanakkor semmi sem támasztja alá. Hát akkor induljunk innen, hogy Andi, szerinted él még Putyin? Hát szerintem igen. De nekem nem áll érdekemben a halálhírét kelteni, az a helyzet. Tehát szerintem nincsen probléma Putyinnal. Nem is nagyon értem ezt, hogy most miről lehet, hogy van valami akció a háttérben, amivel szeretnék eltenni lábalól, és már előre iszik a medve bőrére, de most már én csak inkább szarkasztikus vagyok. Tehát ez nehéz igazából. Hát nehéz rá bármit is mondani. De akkor mi, hogy akit igyekeznek eltenni lábalól, az valójában nem is Putyin, hanem a dublőre, hiszen ha Zelenszky szerint aki szerepel, az nem Putyin, akkor nem tudják eltenni lábalól Putyint. Jó, igen. Hát vagy az is lehet, hogy ezzel megpróbálja kicsalogatni, hogy megint legyen egy nyilvános megjelenése valahogy, nem tudom. Tehát simán benne van ez is, meg hát... Igen. Szóval... Én nem gondoltam, hogy ilyen komoly témákról fogunk itt rögtön az elején beszélni. Igen. Meg azt sem gondoltam, hogy Zelenszky a Világgazdasági Fórum ülésén egy ilyen üggyel hozakodik elő, miközben egyébként egyre inkább a narratíva része az, hogy Putyin vagy beteg, vagy ezek szerint már meg is halt. Igen, de ezt már régóta mondják. Tehát már nem egyszer keltették a halálhírét. Ugye ezt rendszeresen csinálják orosz politikusokkal, például a múltkor Lavrovnak kellett távoznia hamarabb egy megbeszélésről, vagy az is lehet, hogy egyszerűen ezzel fejezte ki, hogy protestál, és az rögtön elmondta ott is mindenki, hogy biztos az a baj, hogy beteg, és el kellett, tehát, hogy kórházba kerül. Sőt, amikor hát, Balin volt a G20-as csúcs, ugye akkor meg azt mondták, hogy szívrohamot kapott, és akkor igen. Utána szelfizett a hotelből, hogy köszöni szépen, jól van. Igen, tehát szerintem ezek ilyen vágyálmok kivetítve, hogy jó lenne, mert az biztos, hogy egy elmozdulást hozna, ha Putyin meghalna, de szerintem valószínűleg él és virul, majd lehet, hogy a következő az lesz, hogy megint egy ilyen filmesztelen lovaglós tajgás képet majd kitol a TikTokra, vagy nem tudom, mert hogy így lássák, hogy nem halt meg, de hogy jobb állapotban van, mint izmosabb, mint valaha. Igen. Tehát ez szerintem ilyen vicces, meg egyébként nagyon demagógok, mind a két Zelenszky, tehát most a csatornámra kitettem szerdán a feleségének a beszédét, és az a helyzet, hogy egyszerűen úgy csavarják a szavakat, ahogy akarják, tehát ott volt a dnyiprói rakétabecsapódás, ami az ukránok hibája volt, és akkor úgy beszélt róla, mint hogyha az oroszok azok direkt torpedóval lőnének
civil célpontokat, meg ugye nekem, ami nagyon érdekes, meg így én szívesen kutatnám ezt a dolgot, csak ugye nem tudok rendesen oroszul, és ezért ez egy akadályokba ütközik, hogy azt állított, hogy 200 ezer orosz gyereket raboltak el, vagyis ukrán gyereket raboltak el az oroszok, és kényszerítve örökbe adták orosz családoknak. És egyszerűen nem tudom, nem fér a fejembe, hogy miért állna érdekében Putyinnak 200 ezer gyereket orosz családoknak örökbe adni. Meg hogy szedett össze 200 ezer gyereket Mariupolból, el nem tudom képzelni. Szóval az a helyzet, hogy kicsit ilyen demagóg az egész, a narratíva az teljesen arra megy ki, hogy aki egyébként nem olvas híreket, az sírjon, hogy micsoda undorító, gusztustalan helyzet van. És szerintem az átlag ukránnak valóban ilyen a helyzete, de ha ezek az emberek valóban az ukránokat szeretnék kímélni vagy menteni, akkor le kellett volna ülni béketárgyalást folytatni az oroszokkal, meg kellett volna állapodni róla, hogy valamilyen részt felszabadítanak ilyen pufferzónának, vagy mit tudom én, de erre nem nyitott senki. És akkor most olvassa az ember a híreket, hogy most Berlinbe utazik az amerikai védelmi miniszter, hogy pusolja őket, hogy adják oda a leopárdokat Ukrajnának. Tehát ez is ilyen, egyszerűen, tehát olyan vágtába kezdett ez az egész dolog, ilyen hihetetlen sebességgel halad egy nagyon rossz irányba. Tehát ha ezeket tényleg az emberek érdekelnék, akkor már mindenki a békén dolgozna, de itt nem akarnak ezek békét. És közben meg az az érzésem, hogy ez a rengeteg fegyver, ez szépen elszublimál valahogy a fekete piacra, vagy mondjuk a kétharmada, és akkor ha mellé tesszük, hogy az oroszok meg visszahozták az egyik legsikeresebb fegyverkereskedőjüket a Brittany Griner ügyben, ugye fogolycsere programban, akkor már mindjárt érdekesebb lesz a helyzet, hogy akkor nem az oroszoknál landol ez a rengeteg minden a fekete piacról összegyűjtve. Tehát hihetetlen katyvasz van a háttérben, és hát sajnos az oroszok se őszinték, tehát nem lehet az se készpénznek venni, ami ott megjelenik, szóval nem tudom, de hogy ezek az emberek Davosban, ez félelmetes, hogy miket mondanak meg, és ez mind beleillik a Zelenszkij demagógia, meg ugye Klaus Schwab, mikor elmondja, hogy Kína az egy új modell lehet, tehát a kínai modell, és akkor az embernek eszébe jut, hogy hát én nem szeretném, hogyha egy számot adnának nekem, és meg lennék figyelve a nap 24 órájában, és hogyha valami olyat csinálok, ami nem tetszik a rendszernek, akkor ellehetetlenítik a munkavállalásomat, meg a hitelfelvételemet, és így tovább. Hát azt én elhiszem egyébként, hogy ezeknek a globalistáknak ez egy álom, hogy mindenki a kezükben legyen, de hát az Isten őrizzen meg tőle minket. De már erről beszélnek, hogy Kína a modell. És ugye Kínában tudjuk azt, hogy a kontroll, amit ugye te is említettél, a megfigyelés, az van összekötve a kapitalizmussal, miközben amúgy ugye hivatalosan egy kommunista államberendezkedés van. Én nagyon sokszor, talán mi is beszélgettünk erről, hogy azok, akik most a nyugattal szemben Kínának meg Oroszországnak szurkolnak, sok esetben ilyen erkölcsi megfontolásból, és meg tudom ezt érteni, csak azért nem mondjuk azt, hogy az a rendszer kívánatosabb. Hát nem kívánatosabb. Az az igazság, hogy ez más szempontból nagyon-nagyon veszélyes, és pontosan azért veszélyes, mert ugye ezt a kapitalista módszert ötvözi a kommunista ideológiával, és az az igazság, erről én is beszélek, többször beszéltünk mi is már róla tényleg, meg a saját csatornámon is, hogy ott a világnézet ezt el tudja tűrni, mert hogy ez a konfucionista világnézet, ez egy nagyon tekintélyelvű dolog. Azért működnek ezzel ennyire együtt a kínaiak, mert ilyen az alapbeállításuk. Na most idehozzák egy szabadságpárti, vagy legalábbis magát annak nevező világrészbe, ide a Nyugat-Európába például, vagy hozzánk, hát ez a teljes elnyomás lesz. És akkor majd meglátjuk, hogy az emberek mit tudnak, de valószínűleg nem fognak tudni csinálni semmit, mert ha mindenki el van adósodva, akkor onnantól kezdve itt kényszerpályák lesznek, és akkor azért kell csendben maradni, hogy enni tudjál adni a gyerekednek. Hát erre semmi szükségünk nincsen. Abszolút. A kínai középosztály az asszisztál a kommunista pártnak azért, mert privilégiumokat, meg előjogokat élvez, és volt azért ez a tüntetés sorozat a Covid lezárások miatt, szerintem erről is beszéltetek többször is az Ultrahangon,
És ott azért ez egy kicsit megrendült, mert ők is kiakadtak, és lásd csodát, hirtelen enyhülnek a COVID lezárások. Tehát ez egy egyensúly, és ez nálunk azért nem működik, mert itt nálunk mindenki azt hiszi, hogy ő tud mindent a legjobban, és amit ő mond, az a legjobb, és nem állnak be így egy ilyen rendszerben, hogy akkor mi majd azt csináljuk, amit felülről nekünk mondanak, hogy élni hagyjanak minket. Szóval ez szerintem senki nem kívánja ezt. Csak Klaus Schwab, akit meg hát rendszeresen idézünk mindenféle ilyen furcsaságokkal. Tehát ez nem egy követendő példa. Neki jó lenne, de nekünk nem. Ha már Világgazdasági Fórum, meg ha már Klaus Schwab, akkor idéznénk még valakit, méghozzá Henry Kissinger volt amerikai külügyminisztert, aki korábban azt mondta, hogy szerinte Ukrajnának a béke érdekében területeket kellene engednie. Most viszont már arról beszél, hogy Ukrajnának a fegyverekkel való segítését is támogatja, illetve az ország NATO-hoz való csatlakozását. Ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a háború után vissza kell engedni Oroszországot a nemzetközi közösségbe. Kissinger egyébként azt mondja, hogy azért kell mindezt megtenni, mert hogy ha most már ideig elmentek, akkor ezt a háborút végig kell csinálni. És azt mondja, hogy hősnek tartja az ukrán népet, és Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt is csodálja, és úgy látja, hogy Ukrajna felvétele a NATO-ba az megfelelő kimenetel lenne. Te ezt hogy értékeled? Hát én azt tudom erre mondani, hogy amikor valaki már 99 éves, akkor lehet, hogy már abba kellene hagynia a politizálást. Én nagyon tisztelem Kissinger, de ennyi idősen, nem tudom, hallgattad-e a beszédet, én hallgattam, mert gondolkoztam rajta, hogy most Kissinger tegyem-e ki a Deep Stage-re, vagy Zelenszkát, és az a helyzet, hogy megkíméltem a hallgatóimat tőle, mert hogyha nem láttam volna a YouTube-on a leíratot, akkor nem értettem volna egy kukkot se, abból pedig egészen jól beszélek angolul, mert hogy nem tudott egyetlen egy mondatot sem összefüggően elmondani. Tehát innentől kezdve az én számomra teljesen kérdéses, hogy ezek az ő gondolatai-e, vagy valakinek a gondolatai, aki írt neki egy beszédet. Ugye emlékeztetünk arra, hogy az előző beszédében még pont arról szólt, hogy máshogy kellene, hogy Ukrajna ne legyen a NATO tagja, hogy igenis semleges országnak kellene lennie, hogy túl lett tolva ez a háború, le kéne zárni béke, és nagyon komolyan kapott érte. Tehát, Igen. A CNN-en is volt egy interjú, azóta se találjuk azt a felvételt, egy nagy nevű közgazdász elmagyarázta a riporternek, hogy az a baj, hogy az amerikai provokáció miatt robbant ki a háború, és hogy alapvetően, ha Amerika abba hagyná a folyamatos provokálást, akkor lehet, hogy lehetne normális dialógust vezetni. És lehetett látni, hogy a műsorvezető is csak azért nem keveri le, mert hogy élő volt, és hogy abszolút nem tudtak rá mit mondani, és nem is lehet megtalálni azt a videót. Tehát az igazság, hogy szerintem ezzel, hogy Kissinger ezt elmondta, ezzel egy ilyen hamis tekintélyt akarnak ennek a programnak szerezni, de valójában most képzeld el, felveszik Ukrajnát a NATO-ba. Hát azonnal harmadik világháború lesz. Tehát egy háborúban álló országot nem lehet felvenni a NATO-ba. Eleve a NATO-nak az alapokmánya azt tiltja is, tehát nem engedi meg, hogy olyan országot tagfelvételre kerüljön, vagy olyan ország tagfelvételre kerüljön, aki háborúban áll valakivel. De nem lehet, pont azért, mert hogy ugye védelmi elvileg. De közben teljesen okafogyott, mert amivel szemben védelem címén létrehozták, az már nem létezik, mert a Szovjetunió már nem létezik. És közben a fele Szovjetunió már a tagja a NATO-nak, tehát az egész lényegében megint csak egy ilyen teljesen célvesztett amerikai befolyást terjesztő szervezet. És akkor ebbe felvenni Ukrajnát. Mondjuk az az igazság, hogy lehet, hogy annyiból volna értelme, hogyha mondjuk játszunk el a gondolattal, hogy győznek az ukránok, amit egyébként Putyin sem hagyhat, de hogyha tovább tolják ezt, akkor lehet, hogy abból taktikai atomfegyver bevetése lesz, mert hogy máshogy nem tudják megoldani, mert egyszerűen ilyen padhelyzetet okoz, hogy ezt a rengeteg nagyon fejlett fegyvert, ezt oda deponálják Ukrajnába, és ráadásul ezzel az ukrán hadsereg lesz a legnagyobb, meg a legjobban felszerelt az egész európai kontinensen. Pont ma reggel beszéltem róla, nem is tegnap reggel, hogy a Pentagon az már Izraelből szállítja át a lőszert, mert hogy nincsen már senkinek semmilyen tartaléka, mert az ukránok kétszer annyit lőnek el, mint amennyit egy hónapban gyártani tud az összes gyártókapacitás. És akkor közben az összes többi hadsereg az védtelen,
és itt van egy ilyen teljesen labilis Zelenszkij által vezetett Ukrajna, egy óriási hadsereg élén, ami fel van szerelve a legmodernebb technológiával, hát nem lehet valószínűleg vele szemben semmi mással igazából érdeket érvényesíteni, csak atomfegyverrel. Most én tök laikus vagyok, én ezt egy ilyen háziasszony gondolkodásmódjával próbálom összerakni, hogy hova fut ki, és nem tudok mást elképzelni. De közben az egyetlen egy ország ebben az egyenletben, aki valaha atomfegyverrel zárt le háborút, az az Egyesült Államok. Tehát az az igazság, hogy szerintem senki nem akar atomháborút, de az amerikaiak már harcoltak, ők már vetettek be atomot, tehát szerintem ők azok, akik így nem nagyon foglalkoznak vele, mert Japán is messze volt, meg Ukrajna is messze van. Tehát az, hogy velünk itt történik bármi, az meg nem probléma nekik. Tehát én nem tudom ezt, tehát ha felveszik a NATO-ba, akkor abból azonnal be kell, hogy lépjen az összes többi NATO tagállam a háborúba. Nyilván térdre kényszerítik Oroszországot, mert ezt Putyin is elmondta, hogy a teljes NATO haderővel szemben nem tud megállni az orosz hadsereg, ezt tudja, teljesen tisztában van vele. Viszont nem akar belépni, szerintem a lengyelek se akarnak belépni, és nem akarnak belépni a csehek, mi aztán főleg nem akarunk belépni, tehát ebből olyan hihetetlen konfliktus, meg hát azonnali harmadik világháború lehet. Tehát szerintem Kissinger nem tudja, hogy mit beszél már, meg szerintem, tehát ez már ilyen kínlódás hallgatni, hogy beszél ő neki, nem kéne az életművét ezzel teljesen hiteltelenné tenni, hogy ilyen szenilis bácsit csinálnak belőle, aki az egyik héten ezt mondja, a másik héten meg lásd csodát, hirtelen teljesen gyökeresen megváltozik a véleménye. Békén kéne hagyni, mert egyébként zseniális stratéga, meg nagyon jó, hihetetlen jó szakember, meg érdemes azért a látásait elolvasni, ha valaki bírja, ugye a tanár úr szokta mondani, hogy a több ezer oldalas Kissinger életművet olvassa, hát neki is gratulálok, de az a helyzet, hogy nem kéne szerintem már őt belekeverni, de hát sajnos már belekeverték. Aztán ezzel párhuzamosan egyébként felszólalt Al Gore, az Egyesült Államok korábbi alelnöke is, aki jelenleg klímaaktivistaként tekint önmagára, mert hogy a Davosnak a másik fő témája az a klímaválság volt, és volt egy nagyon érdekes mondata, azt mondta, hogy a migránsok száma az előrejelzések szerint ebben az évszázadban eléri majd az 1 milliárdot, mert hogy egyébként ő ezt az éghajlatváltozásból vezette le, ami szerinte felforralja az óceánokat, olyan szokatlan időjárási jelenségeket okoz, mint az özönvízszerű esőzések, és végső soron az emberiség önrendelkezési képességét is befolyásolja. A korábbi amerikai vezető drasztikus lépéseket sürgetett a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében. Tudom, hogy te környezetvédelem és klímapolitika kérdésében viszonylag radikális és bátor álláspontot képviselsz, talán még hozzám képest is, és itt kérdezem viszont, és akkor itt jön az, hogy én meg abban idomulok hozzád, hogy amikor a Világgazdasági Fórum ülésein vetik fel a klíma problémákat, akkor arra a megoldás szintén a magántulajdonnak az államosítása, vagy a magántulajdon eltörlése, illetve a különböző olyan korlátkozó intézkedések, amelyek nem biztos, hogy a problémát oldják meg. Hát így van, igen. Meg fogsz lepődni, szerintem nevetni is fogsz, de ebben az egyben teljesen egyetértek Zelenszkával. Ugye annyit mondott, hogy ebben a teremben olyan emberek ülnek, akiknek a teljes befolyását, hogyha összevonnák, az bármit meg tudna oldani a világon. Bármit. Ugye Elon Muskot azzal ostorozzák, hogy adja oda a magánvagyonát, mert abból meg lehetne oldani Afrikában a szegénységet. Tehát itt igazából Al Gore arra is valószínűleg utalt, hogy az afrikai kontinensről a hosszú évek, már talán 5 vagy 6 éve folyamatosan elmaradnak az esős évszakok, tehát ott valóban óriási problémát okoz ez a felmelegedés, és hogyha az a tömeg megindul, mert mondjuk az ott működő egyébként korábban, tehát Európa felé, a menekülteket Európa felé irányító civil szervezetek adnak nekik ilyen flyereket, hogy tudnak bejutni Európába, akkor az viszont egy olyan mértékű áradat lesz, hogy nem fogunk tudni valószínűleg megállni ezzel szemben. Na most nyilván erre is azt lehet mondani, hogy azért Közép-Afrikából, mire egy éhezéstől teljesen legyöngült ember, akinek semmi vagyona nincsen, elindul Európába, csak akkor jut át, hogyha valaki idehozza.
tehát magától biztos, hogy nem jut el Európáig, gyalog vagy akárhogy, viszont fizetni sem tud, magyarul csak akkor tud ide kerülni, hogyha valakik beavatkoznak, és nagy összegekkel mondjuk csempészeknek fizetnek azért, hogy áthozzák ide ezeket az embereket. Tehát ezt is alapvetően ugye Afrika, meg a többi olyan régió, ahol ez az óriási szegénység van, az mind a gyarmatosítás miatt van ezen a szinten, mert valakik kizsákmányolták az erőforrásait, a munkaerejét, nem hagyták, hogy létrejöjjön ott egy önrendelkező, normálisan működő államberendezkedés, akkor ugye ott van az iszlám fenyegetés, tehát azért ez tényleg valóságos probléma, hogy ott azért van egy nagy, tehát egy gócpont, amiből kialakulhat egy emberáradat, de mondom, ez csak úgy tud elkezdődni, hogyha, vagy úgy tud megvalósulni, hogyha ezt valakik hatalmas pénzekkel, meg logisztikával ide segítik. És akkor megint jön a kérdés, hogy vajon tudunk-e ezeknek az embereknek valóban segíteni. Ugye Joe Biden talán 2 hete mondott egy beszédet, amiben arról beszélt, hogy az Egyesült Államok ott segít, ahol a probléma van. Mert ugye náluk is van bevándorlás, és akkor azt állította, hogy a Kamala Harris azért gyűjt pénzt az amerikai nagy cégektől, hogy azokon a helyeken, ahonnét az ő bevándorlóik érkeznek, helyben beruházásokat hajtsanak végre, hogy ne kelljen eljönniük azoknak az embereknek az otthonukból. Tehát ha ez mondjuk tényleg igaz lenne, mert egyébként ez egy hatalmas hülyeség, ez nem igaz, akkor ha ez igaz lenne, akkor ezzel meg lehetne akadályozni például, hogy Afrikából elinduljon ez a hatalmas tömeg, vagy mondjuk a Közel-Keletről. Tehát ha tényleg nem az lenne, hogy mindenki azért csinálja ezeket a marketing eseményeket az afrikai sivatagba, hogy otthon még több pénzt tudjon az alapítványának összegyűjteni, hogy fúrunk 2 kutat, de igazából meg lehetne oldani az infrastruktúrát abból a pénzből, amit kap, csak fenn kell tartani az alapítványi irodaházat, meg nem tudom hány alkalmazottat, meg utazgatni kell, meg akármi, és ami marad a végén a tényleges célokra, az nem elég arra, hogy 2 kútnál többet tudjunk oda telepíteni, de az pont jó, mert nagyon jó képeket lehet vele csinálni. Most direkt vagyok ilyen cinikus, mert sajnos alapvetően ez az átlag, ez szokott történni. Tehát az a helyzet, hogyha nem így állnánk hozzá, hanem tényleg meg akarnák oldani ezt az egész dolgot, akkor kiválóan meg lehetne, mert van rá pénz is, meg megvan rá egyébként szerintem a technológia is, tehát tök simán meg lehetne. Az izraeliek rengeteget tudnának abban segíteni, hogy lehet a vizet újra hasznosítani egy sivatagos területen, hogy lehet vizet kinyerni mondjuk olyan mélyről, ahol Afrika alatt is van víz. Tehát az az igazság, hogy az egész egy ilyen óriási képmutatás, és akkor oda mennek a 2000 akárhány száz magánrepülőgépen, külön-külön, meg 21 kilométerről helikopterrel, ami egyébként ugyancsak környezetszennyező, meg nagyjából környezetszennyezőbb, mint a közúti autóforgalom, tehát akkor ez az egész nem lenne ennyire hiteltelen. És akkor arról beszélünk, hogy a von der Leyen azt mondta, hogy azok a cégek fognak életben maradni, akik ilyen cutting edge technológiával a nulla károsanyag kibocsátást akarják elérni, és azok maradnak csak versenyképesek, akik ezt meg tudják tenni. De közben, ha megnézed, a kibocsátás az csak az egyik része, tehát az, hogy mennyi széndioxid vagy károsanyag kerül a levegőbe, amellett még különböző egyéb dolgok is vannak, amiket meg kéne oldani, de nem is beszélnek róla, tehát, és akkor, na mindegy, szóval én abszolút, én nagyon, nagyon bele tudom ebbe lovalni magam, mert olyan mértékű benne a képmutatás, és ha lenne ennek az egésznek bármiféle hatása, és közben ugye beszélünk róla, hogy igen, vannak az árvízszerű esőzések, meg az Egyesült Államokban az ítéletidő egyik végletből a másikba, de nekem keresztényként az a véleményem, hogy nem az a baj, hogy a földanya ki van ránk akadva, hanem az, hogy alapvetően olyan hihetetlen erkölcstelenségben élnek az emberek, hogy a Föld az így reagál erre. Nem a földanya, hanem szerintem ez egy másik szellemi dimenzió, és azért erről is kell majd szót ejteni, de hát ez meg ráadásul még szalonképtelen is, mert ugye mi keresztények vagyunk, tehát mi eleve demagógok vagyunk ebben a kérdésben.
Szóval én nem tudok erre semmi pozitívat mondani. Ugye Al Gore már teljesen leszerepelt otthon, abszolút hiteltelen, senki nem foglalkozik vele, és meg ércelődnek rajta az amerikai újságok is. Tehát, de mindegy, azért még arra van pénz, hogy magárepülővel Davosba repüljön, és elmondja a teóriáit, és meglátjuk. Szóval lehet, hogy ez is ilyen pénzgyűjtő körút, hogy ki lesz az, aki majd idehozza ezt a több milliárd menekültet. Na, és akkor a végére még egy témát hagynék, ez egy kicsit más téma, ez már nem a világgazdasági fórum, ez pedig a német védelmi miniszter lemondása, mert hogy szerintem ez is egy fontos téma. A döntés hátterében ugye egyébként az áll, mert hogy lemondott posztjáról néhány nappal ezelőtt Christine Lambrecht, Németország védelmi minisztere, és hogy elvileg az áll a döntés hátterében, hogy az orosz-ukrán háború árnyékában egyre többen megkérdőjelezték a német hadsereg védelmi potenciáját. Ráadásul nemrég arról döntöttek, hogy még az első negyed év vége előtt 40 darab Marder páncélozott gyalogsági járművet küldenek Ukrajnának. És egyébként itt jön képbe az, amit te is mondtál, hogy ugye próbálják levenni a németeket, hogy szállítsanak Leopárdot is, hogy nagy kérdés, hogy Lambrechtnek mi volt a szerepe, mi az, amit már ő sem vállalt, és vajon mi jön most Németországban? Hát szerintem ez nem a Lambrecht hibája. Én pont amikor mielőtt lemondott, ugye előtte Scholz felszólította, hogy legyen szíves, mondjon le, és akkor így már pedzegették, hogy igazából a botrányok miatt van, tehát szalonképtelenné vált azzal, hogy a gyereke az ilyen katonai helikopterrel repkedett ide-oda, meg a szilveszter este arról beszélt, hogy milyen sok hozzáadott értéket adott neki személyesen az ukrán-orosz háború, meg minden, szóval, hogy azért nem tudott igazán jókat mondani, a nyilvánosság nagyon ki volt ráakadva, de szerintem ő már nem tudta volna azt a kárt visszafordítani a német hadseregben, amit egyébként szerintem a Bundestag okozott benne, mert ugye ő a harmadik női védelmi miniszter, ugye Merkel kezdte a nőket beállítani, ugye Ursula von der Leyen volt az első, őt látjuk, hogy hova futott ki, akkor az Annegret Kramp-Karrenbauer, őről nagyon sokan azt gondolták, hogy a Merkel utódja lesz, és hogy ez egy ilyen ugródeszka, azért ad neki egy ilyen felelősségteljes posztot, hogy le lehessen tesztelni, hogy mit tud csinálni ilyen helyzetben, tehát hogy azért éles politikai helyzetben, meg nagy vitákban. És akkor Christine Lambrecht már abban a helyzetben került oda, hogy Merkel már eltűnt, és megkapott egy olyan hadsereget, ami már ezer sebből vérzik, ugye mindenki hallott a női kvótáról, na most az az igazság, hogy itt is meg kell, hogy legyen a női kvóta a hadseregben, ami ugye nonsens, tehát a hadsereg az egy férfi dolog. A nők azok alkotilag alkalmatlanok legtöbbször arra, hogy katonák legyenek. Hú, tehát mit fogsz ezért kapni? Hát, de én nő vagyok, én mondhatom ezt. De én nem vagyok hímsoviniszta, mert meg antifeminista se vagyok. Én hiszek abban, hogy a nők mindent megtehetnek, amit akarnak, de azért ebben kell egy egészséges kontroll gyakorolni. Tehát amikor oda kerülsz a harctérre, és a kezedben nyomnak egy éles lőfegyvert, és akkor az életed múlik rajta, nem biztos, hogy egy férfi át tud kapcsolni ebbe a túlélő üzemmódba, és utána, tehát hogyha lelő valakit, akkor nem, a férfiak is összeomlanak, a nők azok meg abszolút, tehát érzelmi lények ezerszer jobban, mint egy férfi, tehát szerintem alkotilag sokkal kevésbé alkalmasak ilyen dologra, és mégis megszabják, hogy legyen annyi meg ennyi nő a hadseregben, tehát szerintem ez már hatékonytalan önmagában. A másik az, hogy 30% körüli 26% a bevándorlóknak az aránya a hadseregben, ami megint csak elég nagy probléma, mert azok nem a német, tehát most egy honvédő háborúban egy albán származású, már ugyan német állampolgár, de valószínűleg ugye mivel jó a hadseregek általában nagyon jó megélhetést tudnak biztosítani, ezért valószínűleg nem a német hazai iránti szeretetéből áll be a hadseregbe egy ilyen ember. Bocsánatot kérek attól, aki igen, de nem nehéz elképzelni. És akkor mondjuk ott van az albán maffia, megzsarolják az anyukáját, aki ott él vele, és akkor hirtelen azonnal úgy ugrál, ahogy az albán maffia fütyül. Tehát ez egy nagy probléma, mert egy honvédőháborúban ezek a bevándorlók, ezek nem biztos, hogy úgy reagálnak, ahogy kell. Akkor ugye a másik az, hogy kellene egy csomó fejlesztést végrehajtani, tehát kellenének
fegyverzet, tehát, hogy mondják ezt szépen magyarul, ilyen, tehát fel kellene újítani egy csomó régi felszerelést, ki kellene cserélni, tehát sokkal inkább korszerűsíteni kellene, és az az igazság, hogy a beszerzési részlegen is nagyon sok a nő. Az meg pedig szerintem, tehát a nőket, én nem tudom, hogy ezek milyen nők, a német nők, de nálunk az én környezetemben levő nőket nulla, azaz nulla mértékben, 0%-ban indítja be az, hogy válogathat különböző kézi, meg egyéb automata lőfegyverek közül, meg hogy azt nézegesse, hogy melyik helyzetben, meg megtervezze, hogy milyen kimenetel lehet, és akkor hogy mit kéne ahhoz beszerezni, hogy arra fel legyünk készülve. Tehát ez megint csak nem egy női gondolatmenetnek a kifutása. Ehhez képest a női kvóta miatt ugye a hadtábba könnyebb berakni a nőket, mert ott nem kell valószínűleg harcolni, csak ott meg a beszerzésen is kéne, hogy legyen férfi, aki ért hozzá. Tehát az az igazság, hogy itt ez egy emiatt a woke, meg liberális, ilyen legyünk egyenlőek dolog miatt, ez egy ilyen lejtmenet. Mert ugye a hadsereg az egy nagyon fontos eszköz abban, hogy megvédjék az országot, de hogyha megbénítjuk belülről törvényekkel, azzal, hogy eleve alkalmatlan embereket ültetünk oda, tehát ha megkérdezett például a tanárurat, akinek van 8, nem is tudom hány év tapasztalata ebben az egész védelmi, meg nemzetközi háborús helyzetekkel kapcsolatban, azt fogja mondani, hogy az összes nő, aki ott ült, az alkalmatlan volt arra, hogy védelmi miniszter legyen. És pontosan ezért, mert egy nő az teljesen más funkciókkal rendelkezik. Azt meg egy férfi nem tudja csinálni, amit a nők tudnak. Tehát ez nem egyenlőtlenség, hanem mások a funkciók. És szerintem ez a legnagyobb probléma. És akkor most itt vannak, most a Lambrechtet kell azért ostorozni, mert nem tudták beszerezni azt, ami kellett. De hát nem tud egyáltalán mozdulni sem a hadsereg, meg a védelmi miniszter, mert amíg a Bundestag nem hoz róla döntést, addig nem is adhatja oda azokat a leopárdokat Ukrajnának. Tehát még az se, tehát ott van a Rheinmetallnak a képviselője, az azt nyilatkozta, hogy egy év kell nekik ahhoz, hogy a már rendelkezésre álló leopárdokat felújítsák, de ahhoz kell egy döntés a Bundestagtól. Mert ugye a németek a II. Világháború után azért ugyancsak elég rendesen bekorlátozták saját magukat fegyverkezés, meg haditechnika, meg hadsereg terén, és itt a Bundestag az egy kulcsfontosságú elem, és ezért mindent a parlamentnek jóvá kell hagynia, amit csinálnak. Tehát az egész egy, szóval megbénítják saját magukat, és ezt egyetlen szerencsétlen Christine Lambrecht nem tudta megoldani. És csak ezért, és ugyanúgy a Pistorius se fogja tudni megoldani, aki most a helyére ült, aki már mondjuk egy férfi, de nem vagyok benne biztos, hogy alkalmasabb rá, mint a hölgyek voltak. Szóval lehet, hogy kellene végre konzultálniuk a politikusoknak, a hadseregnek a kompetens vezetőivel, és hagyni, hogy azok az általuk egyébként a saját szakmájukban valahogy jó döntéseket hozzanak, amiért aztán utána tudja egy politikus vállalni a felelősséget. Ez volt a mai beszélgetésünk Reáker Andreával. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Január 27-én 18:30-kor pedig mindenkit szeretettel várunk Kecskemétre, ahol élőben is követhetik a ilyen és ehhez hasonló diskurzusainkat. Andi, még egyszer köszönjük a részvételt. Én is nagyon köszönöm.